Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. Ma itt vagyunk Cinkotán, és ahogy láthattátok a videó elején is, Cinkotára jöttünk ki itt a hívvel, méghozzá Gödöllőivel, és ma egy különleges adás lesz, hiszen ma a Csömöri hívet fogjuk videózni nektek, hiszen én még soha nem jártam azzal. Ráadásul érdekesség, hogy a Csömöri hév Magyarországon az egyetlen egy egyvágányos hévvonal, és még az az érdekesség, hogy ugye a Gödöllői hével jöttünk, hogy itt fordítva közlekedik a hév, de ezt láthatjátok már az előző videóimban is. A Csömöri hévvel együtt jön, ugye az őrsvezérterétől idáig, Cinkotáig, majd aztán itt válnak külön, és a Csömöri hév egy vágányon halad tovább Csömör felé. Ezt nézzük meg. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bárhol, bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. És amíg nem ér ide a Csömöri hév, addig megnézzük itt a környezetet. És itt van a MÁV hévnek egy telephelye. Gondolom garázs vagy javító műhely. Úgyhogy hát igen, azért jöttünk a Gödöllőivel, mert a Csömöri az soká jött volna, és itt akartam Cinkotán átszállni, itt megnézni a helyzetet, hiszen az őrsvezérterét már milliószor láttuk. Közben pedig láthatjátok, hogy ott is áll egy hévszerelvény például, félreállítva, és ott bent állnak a hévek, ott az a garázs épület, amit én mondtam nektek, és nem tudom, hogy erre a vágányra fog-e érkezni a mi Csömöri hévünk, de annyi a lényeg, hogy abba az irányba fogunk majd haladni. És láthatjátok, ott egy irányító központ, és onnan irányítják a híveket, és körülbelül arrafele válnak ketté, és megy balra a Csömöri hév. És megérkeztünk
hogy is hívják ezt, Árpádföldre. Itt van ugye a 31-es busznak is a végállomása, ami az Őrség visz. Nem ilyen héten jöttünk ki, amit pontosítok, hiszen Magyarországon nem az egyedüli egyvágányos év, hiszen ha belegondolunk, akkor Ráckeve és Tököl között is egyvágányon közlekedik, azt hiszem a hév. Ha pontosítanom kellene, akkor azt mondom, hogy Budapest egyetlen olyan hévhálózata, ami egyvágányon közlekedik, és ami különálló szakaszként csak 4 megállót foglal magába, úgyhogy, és egyetlen egy vidéki megállója van, Csömör. Úgyhogy ha össze kell hasonlítani, akkor én a csepeli évhez hasonlítanám, ami igaz, hogy kétvágányos, de ugyanúgy Budapesten közlekedik. És amit látjátok, lenne hely itt egy második vágánynak, de mégsem épült ki, tök fölösleges. Így is, ha jól tudom, 30 percenként jár ez a hév, oda meg vissza. Tehát oda is 30 percenként jár, meg 30 percenként visszafele is, hiszen itt az egyvágány máshogy nem lehetne megoldani. Úgyhogy ment így napközben, hiszen úgy jöttünk, hogy 15 percenként jár tehát a hév, ebből ugye 30 percenként a Csömör és 30 percenként a Gödöllő ilyenkor. Természetesen amikor szükség van rá, csúcsidő van, akkor annál sűrűbben közlekedik, viszont itt nehéz megoldani itt az egvágány miatt. Viszont átsétálunk Csömörre, úgy gondoltam, úgyhogy nem hévvel fogunk oda elmenni, hanem itt át fogunk sétálni az M0-ás fölött, van itt egy híd, alumínium híd vagy mi a neve, és akkor úgy le fogunk sétálni Csömörre, és akkor hévvel fogunk majd visszajönni. Viszont meg kéne találnom az utat, és egy baj van, hogy elfogyott az internetem. Gyerekek, úgy lemerítettem, főleg Bécsben, hogy most nincsen internetem, és elfelejtettem rendelni, úgyhogy térkép nélkül vagyok, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem fogok itt eltévedni, bár itt megnéztem, hogy valahol itt az Árpádföldnél kellett leszállni, és akkor innen valamelyik út felfele vezet. Hál' Istennek jó a vizuális képességem, tehát nehezen fogok eltévedni, de azért mégis vigyázni kell erre. Na és a jó bevált magyar módszert használtuk, megkérdeztük a helyieket, hogy merre kell itt közlekedni. Jól sejtettem, hogy itt kell leszállni az Árpád földnél, és akkor innen lesz majd egy utca. Úgyhogy pontosan megtaláltam itt ennél az aluljárónál, hogy itt kell átjönni, és akkor teljesen egyenesen itt az utcában kéne végighaladni, és akkor ott lesz egy alumínium híd. Azon fogunk majd átmenni Csömörre, és akkor Csömörön verik hévvel fogunk visszajönni. És mindjárt elhagyjuk Budapestet, szembe lesz az alumínium híd, és átmegyünk Csömörre. Hát egy ilyen mesébe illő pusztába érkeztünk, és ott megy a hév a távolban. Most nem megy pont, de úgy értem, hogy ott van a vágánya. Szintén egy híd szerkezeten érkezik át. Megpróbálok rázumolni, bár ilyenkor nagyon remeg a kép. És most nagyon fúj is a szél. Nem szeretek zoomolni emiatt, mert hiába tartom stabilan a kamerát, a kép az érzékeli ugye a milliméteresen mozgásokat is, és ettől a milliméteres mozgástól is már úgy beremeg a kép, hogy szinte elveszhetetlen, de pont most megy el a hív. Gyerekek, pont jókor kaptuk el. Ott megy át. Csömörről megy Budapest felé, szerintem lehet, hogy azzal jöttünk. Megy arra, és ott van Árpádföld, és megy arrafele Cinkotára, úgyhogy itt egy nagy kört tesz a hévvonal. Nagyon gyönyörű, tényleg. Bár igaz, hogy egyvágányos, de Budapesten több ilyen megoldás lehetne. Például a Szentendrei hévvonalat is így meg lehetne oldani, és akkor nem lenne probléma azzal, hogy szintbeli keresztezés van. Most ezen próbálunk átmenni, elméletileg ez lesz már az alumínium híd valahol, és akkor úgy át haladunk Csömörre, megnézzük a végállomást is. És igen, az autó zajából már hallom, hogy ez az M0-ás autóút, és tényleg ott haladnak, hogy felértünk. Ez lenne az alumínium híd, ez vezet át Csömörre. Budapest és Csömör közt teremti meg a kapcsolatot, úgyhogy hát nem valami kultikus híd, de tényleg a feladatát és a szerepét betölti itt.
át lehet sétálni. És iszonyatosan nagy a hangzavar, mennek itt az autók, meg a kamionok. Hamarosan átérünk, és ott van szemben már Csömör. Ezek a házak, azok már Csömörhez tartoznak. Évvonalról mutassak dolgokat. Itt egy városközponti jellegű hely. Egy volt. Autóbusz járt a kiszolgálva. Na és gyerekek, érdekesség, hogy itt eljöttünk, és itt található egy vágány, ami valószínűleg tutira nem a hévnek a vágánya, hiszen ugye tudjuk, hogy a hév az csak ideig Csömörig jön, viszont Kistarcsával van összeköttetése, amit nem használnak ki, tehát nem megy el Kistarcsa felé a hév, és ezt onnan is megfigyelhetjük, hogy nem lehet a hévé, hiszen itt van az egykori felsővezetéknek a tartó oszlopa, és hiányzik, el van kötve ott a felsővezeték, ha jól megfigyelitek. Tervezték egyébként, hogy Csömörtől elvezetik Kistarcsáig a hévet, viszont soha nem valósult meg, hiszen tök feleslegesnek tartották, nem lenne rá igény. Ezért volt egy olyan ötlet is, hogy eljönne Csömörig a hév, viszont Kistarcsa és Csömör között óránként indítanának egy dízel mozdonyt, akár egy Dezsőt, és akkor azt szolgálná ki ugye ezt a térséget, viszont ezt is feleslegesnek tartották, és elvetették ezt az ötletet. Úgyhogy arrafele láthatjuk Kistarcsa felé ezt a meghosszabbítást. Szóval itt ez a vágány még sincsen kihasználva. Nem baj, mert most megyünk a Csömöri hévállomásig, már ha feltéve megtaláljuk ezt, és akkor felszállunk a hévre. Csak itt bolyongok egy kihalt utcában, amit onnan is feltételeznék én budapesti ésszel, hogy egy hévállomáshoz biztos nem egy ilyen kihalt utca vezet, úgyhogy valószínűleg eltévedtem. De én úgy néztem, amikor jöttem erre felé, hogy a temető mellett kell elhaladni balra, úgyhogy, de nem kell átjönni itt a sineken, illetve a sinek felett, úgyhogy valószínűleg, hogy rossz irányba jöttem, az biztosan nem arra felé vezet, hiszen ott házak vannak, lakóépületek, és arra nem lehet elmenni. Úgyhogy úgy fog lenni ez az egész, hogy visszamegyek ott a temető felé, és akkor temetőnek elmegyek a másik oldalán. Szóval visszajövök ezen az úton, és akkor temetőnek annak az oldalán elmegyek, ami nem is baj, mert közben várost fedezünk fel, viszont annyiból probléma, hogy nekem időre kéne mennem valahova, úgyhogy reméljük, hogy nem fogok onnan elkésni. És itt valami földország egy látható, és a négy kontinensen pusztító kommunizmus 100 milliónyi áldozatának emlékére állították ezt az emlékművet 1956-os címmel, és van itt egy harang is, amit meg lehet kongatni. Viszont most nem fogjuk már kongatni, nem akarjuk ide hívni az egész várost össze. Főleg, hogy ki tudja, milyen következménye van. Lehet, hogy mi nem is kongathatnánk meg. Egy temető mellett megyünk el. Úgyhogy most lemegyünk azon a főutca szerű dolgon, és akkor onnantól megpróbáljuk megközelíteni a hévállomást. Na, megtaláltam a hévállomást. Milyen vagyok? Itt van a hévállomás, és jó, már még nem őbent a vezető, úgyhogy nem kell aggódni. Hát, körülbelül ennyi. Ilyen régi építésű kocka köves, és innen indul a héva arra felé, úgyhogy ott lesz majd a Budapest irány, úgyhogy föl is szállunk mindjárt a hévre. Na és itt van vége. Ott a piros jelzés. Onnan arra felé menne tovább Kistarcsára, viszont ez nem megy. Ez a végállomás. Innen megyünk most Budapest felé, úgyhogy fel is szállunk, nem akarom lekésni.
gyerekek, és visszaérkeztünk az Őrsvezér terére. Hát ennyi lett volna ez a videó. Igazából nem sokat beszéltem, de nem is ez volt a lényeg, hanem hogy a H9-es vonalnak a hangulatát átélvezzük, átérezzük. Úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot mindenképpen, iratkozzatok fel egy a csatornára, és egy következő részben találkozunk. Most már nem megy a beszéd így a nap végére. Addig is sziasztok! Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bárhol, bármilyen messze, mindig hazahúz a szívem Budapestre.